Gyepes. Horváth Péter nem tud átfordulni a labdával, Gyepes azonban megszerzi, Gyepes gólhelyzetben, beviheti a 16-oson belülre, Gyepes még elviszi Gelei mellett, és aztán a kapus utána nyúl. Kovács és Jeremejev a labda mögött. Jeremejev végül, és mellé. Vén, Földvári. Lipcsei. Dragoner. Át a hosszú oldalra, és ott a gólhelyzet, Lipcsei 1-0-ra vezet a Ferencváros. Egy nagyon szép akció végén kiátszotta a Ferencváros ezt a gólt, Tóth Mihály teszi keresztbe a labdát, és Lipcseinek már nincsen nehéz dolga. Három lépésről az üres kapuba passzolt. Vén. Ez még jó lehet, Földvári. Most jön a beadás, Tóth Mihály csúsztat, és elmegy Horváth Péter előtt. 33. perc, nagy bedobáshoz készülődik a Ferencváros, Nagy Norbert. Ott van még a lehetőség, Vén-gól helyzetben fölé. 44. perc, Tóth Mihály. Tóth Mihály, és ez így jó lehet még. A túloldalon Földvári, abszolút gólhelyzetben, Földvári még, oldalháló. Óriási helyzet maradt ki az első fél idő végén. Teljesen üres a bal oldal, most veszik észre Vargát. A második fél idő első percében járunk. Egy jó lövés, gól! Varga góljával egyenlít a Lombard a második fél idő első percében. Hát ez bizony alaposan elnézte mindenki, egyrészt azok, akik nem mentek oda Vargára, másrészt pedig Vámos nézi a labdát, tán azt hitte, hogy nem megy be. Jó 25 méterről, Varga góljával egyenlít a Lombard. Vén. Nagy Norbert kap egy labdát a bal oldalon. Mehet tovább, Gyepes távolról, Gelei kiüti. Szalma. 12. perc, Varga a szabadrúgással. Vince a kipattanó labdával, és Vámos védett. Varga. Kapott egyet Földváritól, és ebből lap lesz. És sárga vagy piros, az itt a kérdés. Sárga. És miután van Földvárinak már egy sárgája, ezért a játékvezető kiállítja. A második félidő 22. percében 10 főre fogyatkozik a Ferencváros, miután volt már egy lapja a Földvárinak, és most megkapta a másodikat. Hornyák és Vén került a földre, mehet tovább, mutatja a játékvezető. Hornyák még mindig, és ott a gól! Hornyák góljával vezet a Lombard a második félidő 25. percében. Minden ferencvárosi arra vár, hogy Vén szabálytalanságát lefújja a játékvezető, Hornyák azonban tovább megy, csinál egy cselt a 16-os sarkánál, és aztán a kint álló Vámos feje fölött a hosszú sarokba íveli a labdát. 2-1-re vezet a Lombard. Ferencvárosi szöglet a 27. percben. Vén íveli be a labdát, ott az érkező ember és gól, Dragoner. Egyenlít a Ferencváros, egy perccel azután, hogy a Lombard megszerzi a vezetést. Vén szögletére, a rövid sarok felé mozdul Dragoner, és miután Gelei nem jön ki, elcsúsztatja a labdát mellette. 2-2. 29. perc, Gyepes. Tóth Mihálytól kapja vissza a labdát, Gyepes gólhelyzetben mellé. Gera. Nem lassú ez. Tüske mellett hozza el a labdát, Gera még mindig. Nem nagyon tudja kinek adni a labdát. Gera. Ez lap. Mégpedig a piros villan. Kiállítják Hornyákot is. Mind a két gárda 10 emberrel játszik tovább. 40. perc a második fél időben. Lipcsei. Elég veszélyes volt.
elég vastagok. És ebben a pillanatban a játékvezető lefújja a mérkőzés. 2-2-vel zárult tehát a találkozó, amelyen volt 4 gól, 2 kiállítás. És érzésem szerint azért a Ferencváros közelebb állt a győzelemhez. Más kérdés, hogy ők is csak 2-t lőttek, csak úgy, mint a Tatabánya. Balog?